hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Mi állt ellenünk? Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, mennyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr. Vezet
szárnyalok vele. A te szellemed vezet a mennyhez közelebb. Thank you.
Most pedig Szalai Andrásnak az Istenkép és személyiség előadása következik. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Hallható hátul is? Mindenki? Igen, jó, köszönöm szépen. Én nem is tudom, régen az emberek hogy tanították, csak úgy táblával menjenek. Ez nem jó? Másik végig az igazabbító. Worthy, you are worthy, much more worthy than I know. I cannot imagine just how glorious you are. And I cannot begin to tell how deep a love you bring. Oh Lord, my ears had heard of you, but now my eyes have seen. Lehet, hogy valami villany kevesebb lenne, jó, hogy a... bár csak szöveg lesz, képek nem, de... Na, akkor... Köszönöm szépen. Most már csak én vagyok ilyen sejtelmes kék fényben, ugye? Itt a kicsit horrorisztikus, nem? De... Jó, na nézem az órát is, hogy nehogy kifussunk az időből. Tehát ebben a táborban... az előző grundokon már volt mindenféléről szó, vallások, aztán etika, hit és tudomány viszonya, ilyesmi. Most inkább a lelkünkkel foglalkozunk, illetve a hitéletünkkel. Tehát a lelkünk és a hitéletünk összefüggései. Ez, amit én spirituál higiénének neveztem el, a nejem mentál higiénés.
A mentál higiénia az meg ugye a pszichológiának egy ilyen, bocs előre, Marci, meg Peti, meg mindenki. Tehát egy olyan lecsupaszított változata, ami a, nagyon rossz hangzik, ami az élet eseményekre fűzi fel a pszichológiai tudást. Tehát a születéstől a halálig erre van ráfűzve az egész, ami nekünk nagyon praktikus sok szempontból. Tehát van egy ilyen, hogy mentál higiénia, a gondolkodás, tisztasága, egészsége, ezzel foglalkozik. A spirituál higiénia, például a spiritualitás, kegyesség, lelkiség, a hitélet, a hitéletről való gondolkodás, a vallási mentalitásunk egészségével foglalkozik. És hát ennek egy ilyen több oldalú megközelítésére vállalkozunk ezen a héten, itt a többi előadóval együtt. Azt előre mondanám, hogy van, aki inkább figyel, mint jegyzetel, az összes diát megkapjátok, jó, ilyen diaemlékeztetőként. Tehát az összes előadás szeminárium diáit mindenki meg fogja kapni, és akkor még ezen otthon lehet agyalni, gondolkodni, kirostálni, ami nem érdekes, és gondolkodni azon, ami viszont izgalmas. Na, akkor kezdjük így, jó? Tehát miről is szól ez a lelkiségi egészségtan? Ugye maga a spiritualitás szó, magyarul katolikus, protestáns belkekben két eltérő fogalmat használják, de ugyanazt jelenti lelkiség vagy kegyesség régiesen. Egy folyamatról szeretnék rámutatni, hogy ugye van a hitünk, a keresztény hit, ami megfogalmazott, hogy ott van az új szövetségben, hitvallásainkban, tehát amit hiszünk, erre épül a hitéletünk. Tehát ahogyan a hitet megéljük, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, a közösségben, a gyülekezetben, így keresztelünk, úgy úrvacsorázunk, így imádkozunk, így énekelünk, látjuk, hogy milyen sokfélek vagyunk, ugye, itt sok gyülekezetből. Tehát a hitre épül a hitélet, és erre épül a lelkiség, ez pedig az a vallási mentalitás, ahogyan a hitről gondolkodunk, és ahogyan a hit életről gondolkodunk. Ez, ahogy én látom, ez egy harmadik dolog. Úgy szakirodalomban a spirituality, ugye ez a lelkiség, szellemiség, kegyesség, ezt sokszor egyenlőség tesznek e között és a hitélet között. Tehát mintha ez egyszerűen a megélt hitről szólna. Én szerintem ez ennél több. Itt a hitről és a hit életről való gondolkodás, egyfajta hozzáállás, vallási mentalitás, amiről szó van. Na most amiért ezzel foglalkozni kell, és amiért ezzel több szempontból is igyekszünk itt ezen a héten én itt hangosan gondolkodni, ti meg a helyeteken, de majd, ha minden jó, majd lesz kérdezfelelek szakasz, meg aztán jönnek a beszélgetések, meg a szemináriumok, meg stb. Tehát amiért ezzel az egészen érdemes foglalkozni, az, hogy a vallás az életnek a része. Tehát ez nem egy külön valami, hanem az életünk része, és ennek megfelelően akár csak az életünk ki van téve a változásnak, optimális esetben a fejlődésnek, a viszontagságoknak, az is része az életnek, és ahogy az élethez való hozzáállásunk lehet nagyon jó, vagy nagyon rossz, vagy közepes és széles a spektrum, ugyanígy a valláshoz való hozzáállásunk is lehet nagyon jó, nagyon rossz, vagy a kettő között széles a spektrum. És a kettő összefügg. Egymással hat, hogy ahogy az élethez hozzáállunk, ahogy a valláshoz hozzáállunk, a vallásosságunk formálja az életünket, az életfelfogásunk formálja a vallásosságunkat. Tehát itt ilyen mély összefüggések vannak. És hát lehet jó vagy rossz, tehát a rossz mentalitás, erről pedig el lehet mondani, rossz vallási mentalitás szembe kerül a valósággal, és érdekes módon szembe kerül a Bibliával. Tehát a beteg, az egészségtelen vallásosság előbb-utóbb szembe kerül a valósággal. És akkor jönnek a játszmáink. Akár a gyülekezetben, akár a saját életünkben, amik valahogy a valóságtól, ami mindig jobb, mindig érdekesebb, mindig izgalmasabb, mindig egészségesebb, tartanak távol, és garantáltan a Szentírással is szembe kerülünk. Tehát a lelkiségi egészségtannak a célja ez lenne, hogy miért is történnek ezek a dolgok, miért megyünk bele ezekbe a játszmákba, milyen viszonyban van Isten és Isten kép, a róla alkotott képünk, miért vannak ilyen zsákutcák, ilyen hajótörések a hitben, az életben, és ezeknek az összefüggései, és így tovább, és így tovább. Tehát az okok tudatosítása a cél, illetve a gyógyír keresése. Honnan ered ez, és mit csináljunk vele?
És itt ma elsősorban arról lesz szó, hogy a gondviselő képünk, a család, illetve a gyülekezetből hozott gondviselő képünk hogyan hat az Isten képünkre. Délutáni szemináriumon majd megnézünk 6-7 ilyen torz Isten képet részletesen is. Tehát most itt a személyes Isten képünkről lesz szó, és annak a gyökereiről, hogy mi minden alakította már a gyerekkorunkból, és ezt miért jó tudni. Délután megnézzünk túl az istenképeket, holnap délelőtt az egészet beletesszük egy ilyen történeti távlatba, lelkiség történetről lesz szó, tehát a keresztény spiritualitásnak van egy 2000 éves története, és közben egy csomó lelkiségi mozgalom, spirituális irányzat jelent meg, és mindegyik a saját korát tükrözi, akár csak a miénk, a mostani. Tehát ott egy történelmi távlatban kezdjük el gondolkozni azon, hogy mi ma miért csinálunk úgy dolgokat, ahogy csináljunk. Annak is oka van, amögött is vannak dolgok, amiket érdemes újra gondolni. Délután pedig a közösségi dimenzióval foglalkozunk a szemináriumon, legalábbis aki erre jön, megint csak mit lehet eltolni, tehát ez a torz közösségi tekintélyrendszere, kiskorúsítás, leuralás, törvényeskedés, ezekről lesz szó. Ez megint a lelkiség torzult formái, de persze rámutatva az egészséges, hogy mi az, ami normális. Tehát mi keressük a határokat. És a harmadik délelőtti előadás pedig ez a cunami teológiája, ezt a címet adtuk neki, ez pedig tulajdonképpen világkép, gondviseléskép, megint csak Istenre hogy nézünk, a vallások hogy tekintenek mondjuk a 2004-es indonéziai cunamira, és annak az áldozataira, meg minden. Tehát erről lesz szó, az egészet valahogy átvisszük majd egy másik, idevágó témakörre, ez a gondviselés, ima meghallgatás, világnézet. Tehát én kép, Isten kép, világkép összefüggései. Erről szól a Dióhéjban ez a spirituál higiéni, a lelkiségi egészségtan. Kezdjük tehát az elsővel, ez a torz Isten képek. Dióhéjban a különbség a között, amit vallunk, és a között, amit nem merünk bevallani. Az első, amit látnunk kell, hogy az Isten hit és az Isten kép, az két különböző dolog. Nem feltétlenül ugyanaz, amit Istenről vallunk, ami ott van a hitvallásainkban, amit olvasunk a Bibliában, hogyha rákérdeznek, hogy és te a keresztények mit mondanak Istenről, akkor elmondod, hogy a keresztények mit mondanak Istenről, de az, hogy te ugyanerre az Istenre gondolsz-e, ha Istenre gondolsz, ugyanez jut-e az eszedbe, és ha Istenre gondolsz, akkor ezt át is érzed-e, Istennel kapcsolatban ezt is érzed, vagy valami mást, ez nem feltétlenül ugyanaz. Optimális esetben igen. De egyikünk se százas, mindenki jön valahonnan, mindenki hoz egy csomó mindent az otthonából, a gyülekezetből, azért, mert nem hívő családban nőttél fel, azért, mert hívő családban nőttél fel, ezért mindenki otthonról hoz valamit, ami miatt egyikünk se egy tabula rasa, egy fehér papír, amire csak úgy ráíródik a Szentírás igazsága, Isten képe, ahogy az Krisztusban elénk tárta, és mindenki ugyanazt látja, és ugyanúgy éli meg, stb. Nem. Nagyon sokfélék vagyunk. Ezt elfelejtettem mondani, Hiris Katinak is lesz majd egy szeminárium, azt hiszem szombat délután, ami pedig megint csak a mentál, vagyis a spirituál higiénének egy aspektusával foglalkozik, a spirituális lelkialkatokkal. Tehát, hogy ez a 9 féle lelkialkatú ember itt a gyülekezetben, itt közöttünk, hogy miért vagyunk ennyire sokfélék, a hitet is mérjük még ennyire különbözőképpen. És aztán van még egy oldal az egésznek, amiről itt most nem lesz szó héten, az, hogy ahogy éljük a hitünket, és öregszünk, tehát a korban, úgy közben is változik a vallásosságunk, változik a hitünk, változik az Istennel való kapcsolatunk. Tehát én már 48 évesen másképp gondolok Istenre, mint 28 évesen gondoltam. Ilyen egyszerű. Tehát másképp, és ezért majd engem is úgy hallgatsatok, hogy itt egy ilyen öreg muki, ugye, mint tegnap este megtudtam, a második legöregebb muki vagyok itt a csapatban. Tehát én így más élmények után, 24 évesen tértem meg, és 24 éve vagyok hívja. Tehát egész másképp gondolkodom ma már ezekről a dolgokról, mint mondjuk 18 évesen gondoltam volna. Tehát szűrni kell, amiket mondok, de ez van. Tehát ez is része annak, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Na, még egyszer visszatérve az Isten hit és Isten képre, hogy
Ez azért, akkor kezdtem el ezen gondolkodni, amikor ugye hallottam egyszer egy ilyen Isten létét tagadó embert, hogy Isten nincs, de gyűlölöm. Tehát nem kell feltétlenül Istenben hinni, hogy az embernek legyen Isten képe, Istenről valamiféle képzete, elképzelése. Még ha tagadja a létezését, akkor is van valami kép. Benne Istenről, ez más kérdés, hogy ez valójában miről szól. Mennyei atyáról, vagy a földi papájáról, ugye? Isten így nagyon leegyszerűsítve a dolgokat. A Tozernek a Szent Ismerete című könyvéből egy idézet, hogy az a legfontosabb rólunk, ami az eszünkbe jut, amikor Istenre gondolunk. Tehát ami az eszünkbe jut. Ezért az egyház számára a legfontosabb kérdés mindig maga Isten, bármilyen triviálisan hangzik. Most, ha már volt szó az Isten képről, egyáltalán mi a kép? Mit értünk itt kép alatt? Az első, amit látni kell, hogy a kép, ami bennünk él valakiről, valamiről, most nem egy Rembrandt, hanem úgy emberekről, meg ilyesmi, a képek azok élményeken alapulnak, és ezért érzelmileg töltöttek. Tehát, hogy már ott van a kis újszülött, és ő is még alig lát, talán 20-30 centire, de keresi az emberi arcot, és az emberi arcokra figyel, nem a kockákra, meg ilyesmire, és a mama, hogy fölé hajol, meg papa, hogy fölé hajol, ez a kép, ez rögzül, és nem mindegy, hogy valami csúnya képet kap egyfolytában, vagy pedig a aranyos kis bogárka, stb. Tehát, hogy mosolyognak rá, meg ilyesmi. Jó, tehát a kép az élményeken alapul és érzelmileg töltött dolog. A másik az, hogy előbb érzünk, mint gondolkodunk, és pláne beszélünk. Ugye 2,5-3 éves korára tanul meg egy gyerek valamennyire beszélni, már lehet vele kommunikálni. Tehát előbb érez, és fantasztikusan éreznek a kicsik. Fantasztikusan érzékelik papa, mama érzelmi állagát, hangulatát, ahogy hozzányúlnak, ahogy megfogják, abból tökéletesen érzik, hogy most mi van. És jeleznek, hogyha nem tetszik a dolog egyből. Tehát előbb érzünk, mint gondolkodunk és beszélünk, kezdettől fogva tárolunk képeket az emlékeinkben. Azért nehéz beszélni ugye arról, mi történt gyerekkorunkban 3 éves kor előtt, mert 3 éves korunkban verbalizálódunk, akkor kezdünk el beszélni, és ezért, és ma már ugye főleg fogalmakkal gondolkodunk, de még azért ott vannak a képek, tehát azért nehéz beszélnünk, megfogalmaznunk, hogy 3 év előtt mi történt, de tökéletesen éreztünk dolgokat. És ez a fontos a képekben, hogy nem verbálisak, nem tudatosak, ott az első 2-3 évben rögzülnek a gondviselőtől kapott benyomások, és ezekről később 30-40-50 évesen ezért nem tud az ember beszélni, hogy tulajdonképpen mi baja van Istennel, a gondviselővel. Mert amikor még beszélni se tudod, már érezni igen, képek rögzültek benne, de beszélni, megfogalmazni még nem tudta, ami ott érte őt. És ez akár jó, akár rossz. Ugyanarról van szó, és ezért nem tudom elmondani, hogy mi bajom van Istennel, vagy nehéz megfogalmazni, hogy tulajdonképpen miért is szeretem Istent. Mind a két irányba működik ez, tehát ezért nehezen megfogalmazhatok, mert ezek képek, élményen alapuló, érzelmileg töltött dolgok itt a kis kobakunkban. Most a gondviselő képe ezért olyan fontos. Ez az, amit öntudatlanul is kiszoktunk vetíteni, vagy ki tudunk vetíteni magára, Istenre, ugye a gondviselőre. Na most azért sok minden meghatározza az Istenről alkotott képünket, az Isten képünket, ugye alapvetően a szülő, aztán ugye a óvónéni, óvóbácsi, tanárnéni, tanárbácsi, lelkésznéni, lelkészbácsi. Tehát így, ahogy idősödünk, úgy tínédzser korunkig, hogy folyamatosan azért vannak gondviselő figurák körülöttünk. Nem feltétlenül a meghatározó, egyik sem, bár a szülő a leginkább, nem, semmiképpen sem az egyetlen faktor a szülő, vagy a tanár, vagy a lelkész. És még ennél fontos, hogy van gyógyulás. Tehát, hogy a mennyei gondviselőnk, Isten, nagyobb még ezeknél, akár hiányoknál, sebeknél is, amiket esetleg beszerzünk családban, iskolában, gyülekezetben, stb. Stb. Milyenek az egésznek a jelentősége? Az, hogy nem tudatos, de attól még hat az én képünkre, az élet szemléletünkre, a közérzetünkre, az egész világképünkre,
a viselkedésünkre, az erkölcsi döntéseinkre, a kapcsolatainkra, az emberekkel és az Istennel, hat a bibliaolvasásra, hat a hitéletre, a szolgálatra, az egész sorsunkra. Tehát a gond is előről alkotott kép, illetve az Isten kép és a kettő összefüggései. Ezért csak pár példát, hogy mondjak, akit sose bátorítanak, csak kritizálnak, hát annak miért legyen önbizalma, ha egy ilyen közegben nő fel? Tehát ő magára úgy néz, mert apu mindig ezt mondta, hogy anyám asszony katonája vagy fiam, sose lesz belőled férfi. És ezt ő elhitte magáról. Hát ez kihat az én képére, kihat a kapcsolataira, a lányokkal való kapcsolatára. És akkor visszakérdeztem, miben a apucinak nem volt igaza? De hát neki mindig igaza van. Mondja ő. Tehát ezek kihatnak az emberre, az egész életszemléletére, olyan szülők például, ahol az folyamatosan hol hideget, hol meleget kap az ember, hol aranyos vagy, uculi-muculi, stb. Másik meg hideg, elutasítás, kritika, stb. Ez a kettő folyamatosan váltakozik, nincs ott a biztonság, bármikor bármi történhet. Tehát ilyen hangulat alapú szülők, tehát akik ilyen szeszélyesek, sosem lehet tudni, hogy mi történik. Ebből az ember mit tanul meg? Bármi megtörténhet. Bármikor. És aztán Istenre néz, Isten is bármit megtehet. Ugye, még ott is van a Bibliában, hogy Isten mindenható. Tehát bármit megtehet. És akkor így néz Istenre, és várja, hogy Isten majd vezesse, mint a botkormánnyal, pedig ő is tudna döntést hozni. Tudja, hogy ő nem fog menni a paksi atomműbe dolgozni fizikusként, mert diszkalkuliás, nincs alkalmassága. Tehát alkalmatlan valamire, eszébe se jutna valami, de azokat is ott kell tartani a lehetőségeket. Isten elvihet engem Pápa Eugéniára, szakácsnak a kannibálok közé, bár adott zenei talentumot, és fantasztikusan csellózok, és a legjobb tanárokhoz bejutottam, és Isten dicsőségére emberek használ a saját örömömre, így csellózgatok, de benne van a pakliba, hogy bármikor mondhatja, hogy én elmenjek Pápa Eugéniára. Tehát értitek, ez csak egy ilyen példa a sok közül, tehát ez kihat az emberek az életszemléletére, a közérzetére, ahogy Isten vezetésére gondol, a világképére, kihat a viselkedésére, az erkölcsi döntéseire. Ugye két lányom van, egy 3 meg egy 5 éves. Nagyon rózsaszínű világban élek otthon, meg kell mondjam, Disney tündérek, Csingiling és a Barkás tündér és hasonlók, meg most már Shellő Barbik, meg mit tudom én. Az volt a pont, hogy a hajtűvel nem vagyok hajlandó beszélgetni, akkor a lányom kezembe, bármi lehet, kezembe nyomott egy hajtűt, és hogy beszélgessünk, papa. És mondtam, na ezt nem. Tehát egy nagyon rózsaszínű világban élek. És jönnek oda ugye a lányok, hogy hát ugye hogy milyen csinos, és hogy milyen szép, és ugye, hogy jön a kis micimackós polóban, a kis, az egyik csíkos, a másik pöttyös, a harmadik, ez de tök mindegy, néz rám, és várja tőlem a papától, hogy ő milyen szép. És ez a természetes, hogy megy a papához, és a papa az, aki visszajelzi, hogy ő szép, ő csinos. Aztán fordul és megy, kész. Ugye, ugyanez fiúknál, megint ugye a pupák-papák fontossága, hogy a férfitől, egy idősebb férfitől, az apjától, nagyapjától várja egy fiú azt, hogy a visszajelzést, hogy ő férfi. Hogy jó van fiam, férfi voltál, kemény volt, stb. Megcsináltuk, ügyes vagy, stb. Tehát az, hogy a helyén vagy, mi férfiak, tartsunk össze. Hát igen, a lányok, ugye, a mama, meg a nagymama, meg a lánytestvérek az egy dolog, de mi férfiak. Tehát, hogy benne van a pakliban ő is, a dobozban, a férfiak feliratú dobozban. Tehát ez is kell, hogy kell a visszajelzés. És amikor ez nincs, ugye, lányok, akik sose kapták otthon meg a visszajelzést, hogy ők csinosak, szépek, kívánatosak, stb. Ezért aztán mutogatják magukat fűnek, fának. És az egész világtól várják a visszajelzést. És sose lesz elég. Láthatóan sose elég. Vagy szexet kiállnak a fiúknak, pedig valójában szeretetre vágynak. A fiúk meg szeretetet adnak szexért. És a lányoktól várják a visszajelzést, megy ágyról ágyra, és várja a visszajelzést, hogy ő aztán tényleg fiú, férfi. Pedig csak csődör. Bocs.
Mennem volt egy idősebb férfi, aki azt mondja, hogy férfi vagy. És a lányoktól hiába várja a visszajelzést, sose lesz elég. És akkor, tehát ez etikai döntések. Ben megjelenik az, hogy milyen a, mit kapunk otthon, vagy mit nem kapunk meg otthon. Kihat a kapcsolatainkra, hogy miért van az, hogy emberek mindig elindulnak egy kapcsolatba, de direkt olyan kapcsolatokat építenek, amiről tudják, hogy úgyse fog sikerülni. Vagy mielőtt eljutna odáig, hogy végre létrejön egy igazi kapcsolat, mindig visszalép. És az ötödiknél is ugyanez történik. Ezeket miért csináljuk? És mi magunk se értjük, és nagyon nehéz megfogalmazni. És ugyanezt eljátszok Istennel, a 20. megtérés, meg ilyenek. Kihat a Biblia olvasása? Emberek miért pont azokat a szövegeket veszik észre, amelyek arról szólnak, hogy Isten mit követel? Azt miért nem veszik észre, hogy Isten nem követel semmit? Vagy hogy a hitet, a bizalmat, és ennyi. És aztán persze ebből következnek tettek. Tehát, hogy miért bizonyos szövegeket vesznek észre a Bibliában, bizonyos szövegeket miért nem vesznek észre a Bibliában? Miért van valamire kihegyezve a fülünk és a szemünk, ahogy olvassuk a Bibliát? És ez persze megjelenik a szolgálatban, és hát látunk lelkészeket, akik egyértelműen valahol van valami elakadás a gyerekkorukban, valami, amit sose dolgoztak föl, és ennek megfelelően van egy képük Istenről, és azt kivetítik aztán százakra és ezrekre. Átadják, és azoknak az embereknek az Isten képét formálják. Pedig az övéké nem egészséges. Tehát ezért kell ezzel foglalkozni, nem tudatos, de érezhető az, hogy számodra a kereszténység jó hír, vagy rossz hír. Ez a jó hír, ami mindennél jobb hír, vagy ez egy rossz hír? Hogy ez egy kerek a világod, vagy hasadt? Kerek, benne van minden, úgy Isten keze alatt, ege alatt, úgy kerek az egész, vagy hasadt a dolog, hogy van egy dolog, amit otthon mutatnom kell, vagy a gyülekezetben mutatnom kell, de otthon valójában, amit én gondolok, érzek. Hogy a hitélet az segít, vagy akadályoz. Valami, ez olyasmi, ami segít átlépni a problémákon, ami erőt ad szembenézni a dolgokkal, őszintének maradni, átlátszónak maradni, vagy éppen, hogy akadályoz, és ezért nem tudsz őszinte lenni, átlátszó lenni, ezért nem tudsz bizalmi kapcsolatban lenni emberekkel, bizalmat szavazni másoknak. Ez nagyon nem mindegy. Hogy erőforrás vagy teher. Ez az, ami átvisz téged mindenen, és egyre inkább érzed, hogy mi mindenen át tud vinni téged. Ami nem is hitted volna, azhoz is erőt ad a hited, vagy pedig egy teher, ami alatt az ember izzad és szenved, amit cipelni kell, amit letennél, de ugye nem lehet, mert akkor mi lesz a véleményük másoknak, stb. Stb. Gyógyít, vagy fáj? Olyasmi a hited, az Isten képed, ami akármit hoztál otthonról, akármit tettek mások veled, az a te életedre mégis gyógyító hatást. Gyógyítóan hat. És épülsz belőle, és bátorodsz, és vigasztal, és reményt ad. Vagy pedig ez olyasmi, ami csak fáj, és amit még ki se lehet mondani. Itt ebben az egész hétben, itt most azért gondoltuk erről érdemes beszélni, mert az egyházban ezekről a problémákról, ezekről erről a témáról nem nagyon van tanítás, ritkán jön elő. Van néhány könyv, az asztalon megtaláltok egy párat, meg majd látjátok majd a végén a szakirodalmi jegyzékben, vannak weboldalak, amik erre már specializálódtak, meg könyvek. De azért gondoljuk, hogy ezekről érdemes beszélni, mert itt és most így magunk között, magunkban gondolkodni, csoportokban beszélgetni, mert ezzel muszáj foglalkozni. Mert ami fáj, ami teher, ami akadályoz, ami egy hasadt, ami valamiben rossz hír, arról aztán nem tudok ott az egyetemen úgy beszélni, mint ami jó hír, mint amitől kerek lesz a világod, mint ami erőforrás lesz, segít, ami még meg is gyógyíthat. Dióhéjban éltet ez az egész, vagy valami, amit túl kell élni? Vasárnapról vasárnapra, diákkörről diákkörre. Vagy ez éltet mindenen át, akkor is, ha nem értesz dolgokat, de tartja benned az erőt és a lelket. Együtt tartja a testet és a lelket.
Ezért érvényes szerintem az a régi mondás, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. Tehát az Isten képünk meghatározza az életünket. Ahogyan őrá nézünk, az meghatározza, hogy nézünk a világra, az autónkra, a kutyánkra, a párunkra, a dolgainkra, a mindenünkre, saját magunkra. Hogy mit tudunk kezdeni, mennyit ismerünk el a problémáinkból, az erősségeinkből, a talentumainkból. Amikor egy sakkbajnok azt mondja, hogy nem, ő nem tud sakkozni. Tehát európai szintű mester, és azt mondja, nem, ő nem tud sakkozni. Mindig Isten az, aki segít neki nyerni. Nem. Amilyen az Istenünk, olyan az életünk. És azért itt mondanám a jó hírt, hogy egy dolog, hogy mit hoztunk otthonról, de azért közben ugye felnőttünk, azért vagy növünk, én legalábbis még mindig növök, ugye, főleg a nejem szerint. Tehát úgy érlelődünk, változunk, tehát ezért ez egy változó valami. Ez nem azt jelenti, hogy csak azért, mert velem ez történt, vagy nem történt az első életem első 3 évében, akkor kész, vége, és most már ennyit erről. És mindig 20-rangú keresztény maradok, hogy valami ilyesmi. Egyszer egy lány mondta, hogy ilyen házassági előkészítőre jártak hozzánk, és mondta, hogy hát ő neki egyszerűen nem volt apja, tehát nem volt kész. Tehát nem is az, hogy rossz, vagy ez egyszerűen nem volt. Tehát neki egy nagy luk van, és most ott a párja, ugye, és készülnek a házasságra, és időnként ő szeretné, ha valahogy másképp szeretné. Úgy ölelni át, mint egy apa, ugye, vagy valami ilyesmi. És ő nehezen fogalmazta meg, de ezt meg tudta fogalmazni, igen, erről van szó. És hát mondtam, semmi gond, beszélj meg a párjával, hogy értse, hogy ő neki milyen igényei vannak, betöltetlen igényei, és Istennek is mondja el. Tehát azzal Isten is tud valamit kezdeni, amiről mi tudunk. Tehát amiért mi tudunk, el tudjuk neki mondani, nem nélkülünk fog minket gyógyítani, hanem minket bevon a dolgokba. Akkor abban ő is tud lenni. És emlékszem, 2 év után találkoztunk, és egyszer csak úgy odajött hozzám valami, akárhol, nem is tudom, hol voltunk, és csak annyit mondta, hogy András bepótolta. Az Isten 2 év alatt egy ilyen érzékeny sráccal, aki tudta, hogy mire van szükség ennek a lánynak, valahogy ezt Isten felhasználta, mert embereket használ fel, és azt mondja, hogy bepótolta. És tehát mondom, tud velünk csodát tenni, de nem vagyunk egyformák, és nagyon nem egyformán dolgozik bennünk. Van, akibe így belenyúl, és csak ő nyúljon belénk, úgy és oda, mert oda ember ott ne turkáljon a lelkünkbe. Van úgy, hogy egy embernek segít, egy emberi kezet vezet oda be, hogy ott valamit megmelengessen, vagy más embereket használ. Nincsen recept, mert nem vagyunk egyformák. Nagyon különbözően éljük meg a dolgokat. De ő bármelyikben ott tud lenni. Milyen meghatározó faktorok vannak, tehát, amik az Isten képünket meghatározzák? Ez egyik a család, ugye a másik az egyház. Mind a kettő alapvető. Én kép, emberkép, világkép, Isten pont szempontjából. A családnál nem feltétlenül tudatos. Tehát egyszerűen, mert egy gyerek, amiben felnő, neki az a természetes. Ő nem tudja, hogy az jó vagy nem jó. Neki ez a természetes, nem gondolkodik rajta. És elsősorban benyomásokról, érzésekről van szó. És az összélmény ez mindig vegyes. Van benne pozitív, van benne negatív. Azért egyikünknek az apja sem maga a sátán, ugye? Azért vagy valami ilyesmi, tehát ilyen totál rossz, nem tudom, micsoda vagy. Igen, minden van, tudom. De azért úgy a családról beszélek, és nem az apáról, az anyáról. Tehát valahol valami, vagy legalább egy nagymama, vagy nagypapa, vagy valahol valami, valaki a szomszéd bácsi, vagy valahol valami kiegészül, vagy valami pótol, vagy megpróbált pótolni valamit abból a hiányból, vagy bajból, ami volt. Tehát lényeg az, hogy az összélmény mindig vegyes, egyszerűen van pozitív és negatív. Az egyház ugyanígy alapvető az én kép, emberkép, világkép, istenkép szempontjából. És feltétlenül tudatos. Miért? Mert itt már elsősorban eszmékről van szó, illetve rögeszmékről. Tehát olyan kegyességi klisékről, amikről majd még lesz szó az előadásokban, a szemináriumban, amik úgy ott vannak a gyülekezeteinkben, olyan természetes,
És sose gondoljuk végig, hogy egyáltalán ez a szó benne van az ő szövetségünkben. Jézus beszél erről, tehát Isten terve az életünkre. És egyáltalán a terv szó előfordul az új szövetségben? Ilyen alap dolgok. Most bocs, mert az, hogy Jeremiásnak, vagy kinek a viszi el Isten a zsidókat a fogságba, tehát egy csomó bűn után, büntetésként fogságba, de előtte még megmondja, hogy jót tervezek nektek, tehát lesz folytatás, nincs vége azért, mert idáig jutottunk. Ezt az igét áthozni a mai hívő életébe, hogy Istennek egy ilyen lefektetett terve van az életre, amitől nem lehet eltérni, és ha eltértem, akkor kész vége. Tehát ilyen kegyességi klisék élnek a gyülekezeteinkben, amikkel az a baj, és az egész azért fontos erről beszélni, mert utána Istenre akadunk ki. Istenre haragszunk, a saját kegyességi kliséink, a saját hülyeségeink, félreértéseink, a saját torz Isten képeink miatt. És ha abba belegondolok, hogy mondjuk a lányom rám néz, és nem engem lát, akkor ott meghasad a szívem. Tehát, hogy Isten is néz ránk, mi is nézünk rá, és hányszor nem őt látjuk, hanem valami mást. Valami félelmeteset, valami megbízhatatlant, valami távolít, valami nem tudom, pedig ő egészen más. Tehát igen, amit a Marci az elején mondott, hogy akárhol vagyunk, akárhol tartunk, semmi baj, Isten, ez nem azt, hogy nem érdekli, mert vagy nevet rajtunk, nagyon aranyosak vagyunk, de viccesek, vagy sír, mert annyira fáj neki, de a lényeg az, hogy nem sokkolja, tehát tudja, hogy miért nézünk rá úgy, ahogy. Tehát szerintem is Marci is valami ilyesmire gondolt, hogy ő nincs kétségbe esve, tehát hogy tudja, hogy hol lehet minket formálni az ő ami Isten képünket újra, hogy mondjam, újra tölteni, vagy újra formálni, alakítgatni. És szükségünk van rá. Az összélmény pedig megint ugye a vegyes, pozitív és negatív dolgok egyaránt vannak. De most nézzük a gyermeket már, hogy működik el az egész. Mi a gyermeknek a helyzete? Egyrészt teljesen kiszolgáltatott. Tehát a gondviselőtől függ. Ami vele történik, az neki természetes. Úgy szoktam ezt vagy illusztrálni, hogy olyan, mint a gyerek, olyan, mint a gyurma. Ahogy megfogod, ugye a gyurmát föl kell melegíteni, tehát ahogy gyúrod, ahogy megfogod, elengeded, olyan marad. Neki ez a természetes. És ha nagyon jó dolgok történnek azzal a gyerekkel, és a szükségleteit betöltik, a fizikai szükségletét, hogy kap enni eleget, hogy kap ruhát, hogy megvédik őt a kutyától, akármitől, hogy kap elég ölelést. Ott van az emocionális szükséglete, hogy kap szeretetet, biztonságot. Így nő fel. Ott a szociális szükséglete, hogy kapcsolatban vannak vele, nem oda se figyelnek rám, kapcsolatban vannak vele, odafigyelnek rá, beszélgetnek vele, értékelik, amit mond, tisztelik őt. Tehát, ha ebben nő fel, akkor ez a gyurma, az a gyurmaszobor, az nagyon jó. És később Istenre is könnyű lesz, a Biblia Isten képére is könnyű lesz így néznie. És Istent, mint atyát, apát, mennyei édesapát megismerni, szeretni, viszont szeretni. Ez neki sokkal könnyebb lesz, mint annak, aki ezeket nem kapja meg, vagy egyenek egy részét nem kapja meg. Tehát ahogy hozzányúlunk a gyerekhez, akár jól, akár most nagyon szélsőségesen mutatva, akár szeretettel, akár ennek a hiányával, vagy nagyon gorombám, ez neki természetes. Ami vele történik, az természetes. Normális, és az az utánzandó. Azt adja tovább a többi gyereknek, amit kapott. Vagy a saját apjának, anyjának. Ott áll a kis 3 éves, és rugdalja az anyját. És üti, veri, csépeli. Hol tanulta? Tehát ami vele történik, az normális, természetes, nem tudja megítélni, hogy ez jó, vagy borzasztó, normális neki, és modellértékű. És még egy fontos dolog, hogy ha rossz történik, akkor nem véletlenül a gyerekek, ugye szülők válnak, a szülő veri őt, visszaélések, stb., akkor biztos ő a hibás. És azért gondol erre, mert az a gondolat, hogy a gondviselő a hibás,
hogy ő az, aki nem tölti be a gyerek szükségét, ő az, aki egyszerűen borzasztó, amit csinál a gyerekkel, visszaél a gyerek helyzetével, stb. Stb. Ez a gondolat, hogy a gondviselő a hibás, az még félelmetesebb lenne. Ezért a gyerek inkább önmagát okolja. Ez a gyerek logikája, ami vele történik természetes és utánzandó modell. És ha rossz történik, biztos ő a hibás, és nem a gondviselő. Tehát látjátok, hogy ahogy Isten megalkotta a teremtett világot, és ugye abban benne volt ez a parancs, ez az embernek, hogy ez a szaporodjatok, sokasodjatok. Ez, hogy mondjam, igen, tehát tínédzserként az ember, amikor ezt a parancsot hallja, másra gondol, mint amikor már gyerekei vannak, hogy sokasodjunk, megszaporodjunk. Itt már az emberben megfogalmazódik az, hogy benne van a pakliban, hogy emberek emberekből születnek. És embereknek kell a saját életükből befektetni abba az új emberbe. Energiát, időt, pénzt, szeretetet, ölelést, az égvilágon mindent. Be kell fektetnünk a következő generációba, meg kell neki adnunk mindazt, hogy ő aztán olyan emberé lehessen, aki Isten világában, az emberek világában egyaránt tud működni, funkcionálni és pozitívan, optimálisan. Ez ránk van bízva. Ez annyira ránk van bízva, hogy a gyereknek az a természetes, hogy ami vele történik, az normális. Mert Isten így alkotta meg a világot, ez a szülő felelőssége. A család. Hogyan hat ki az Isten képükre a család, és hát megint ugye az Isten képre a vallása általában is. Van negatív a családmodell, most főleg ezekkel foglalkozunk, ennek az ellenkezője a pozitív, ugye nyilvánvaló. Tehát egy beszűkült, életidegen, kultúraellenes millió. Egyház, gyülekezet, vasárnap, délelőtt, délután, hétközi, két-három alkalom, az élet hol folyik, hol történik, az egyházban, a gyülekezetben, nem megyünk moziba, színházba, stb. Nem tanítjuk meg a gyereknek, hogy ítélje meg a filmeket, könyveket, stb. Hanem egyszerűen csak tiltjuk elől. Csak tiltás, csak elhatárolás, mert hogy az nem Istentől van. Ez a legklasszabb mondat, az Istentől való könyv, meg a nem Istentől való könyv, a jó keresztény könyv, vagy a nem jó keresztény könyv, stb. Tehát egy beszűkült homeschooling, ne menjél iskolába, vagy tehát a világban, ugye ne legyél, hanem a gyerek teljesen otthon nő fel, egy ilyen beszűkült millióban. Vagy tehát ezután kiszabadul a világba, elmegy egy másik városba, egyetemre, főiskolára, stb. És ezt csak elkápráztatja minden, mert amit sose látott, vagy tudott róla, de nem élt át, és aztán minden jön, ami apai, anyai mindent belead, és úgymond zűlik. És persze úgy érzi, hogy valami jótól tartották vissza, tehát az úgy, hogy van rossz volt, amiben felnőtt. És érzi, hogy az se jó, ami most van, de ez legalább élvezetes. Ugye? Tehát nem véletlen. Akkor ezek a vallásos elfoglaltságok, hogy minden program az Isten tiszteletről, a gyülekezetről, Istenről szól. Nincs idő a gyerekre, tehát egy gyerek igényli azt, hogy ő rá odafigyeljenek, hogy az ő problémáját komolyan vegyék. Hogyha szól a papához, akkor nem elrángatja majd két vén, mert apuka most fontos dolgokat, ugye ott beszél a gyülekezetben, ő a lelkipasztőr, meg a nem tudom micsoda. Tehát, hogy a gyerekre sosincs idő, sosincs otthon, és tehát mint a vendég, a postás többet látja a gyerek a végén, mint az úr szolgálatában álló szüleit. Tehát ez ilyenkor a gyerek persze, hogy megharagszik a szülő miatt Istenre. Vagy bántalmazás, visszaélés, megszégyenítés. Istenre hivatkozva, hogy arra hivatkozva, hogy milyen bűnös vagy te fiam, lányom, stb. És ezért megszégyenítik mások előtt. Tehát a szülőnek kéne védeni a gyerekét, és még mások előtt kibeszéli, viccelődik rajta, ilyenek, a bántalmazás, molesztálás, stb. Arról már nem is beszélve. Tehát hogy mondjam, és Isten, mint büntető eszköz, ugye a végén, amikor már nincs több érve a szülőnek, ugye,
higgyétek el, így mondom a két lányommal, így, hogy próbáljuk őket nevetni, vagy nevelni, bocsánat, próbáljuk őket nevelni, hogy idő után az ember kifogy az eszközökből. Minden rossz eszközből, amit ő maga otthonról hozott, a saját neveltetéséből, ahogy a szüleink ugye minket neveltek, rá kell térnünk, hogy hoppá, ez nem működik, tulajdonképpen miért is csináljuk ezt, hát mert velünk otthon ezt csinálták, jó, akkor ezt nem, akkor mi az, ami igen, és akkor a szupernanny, meg a mit tudom én, ilyen könyveket olvas az ember, meg jár kurzusokra, gyors talpalókra, péntekre új gyerek, ugye, harmad kiadó, halleluja, ez aztán a kés a vesébe, tehát körülbelül ilyen, így éri meg az ember, amikor már kifogy az eszközökből. Tehát én ezt értem, de vannak szülők, akik aztán a végén már Istennel fenyegetőznek, és ez brutális. Tehát, hogy ha nem csinálod meg a házi feladatot, az Istennek nem tetszik, és Isten megszomorodik, sőt, Isten meg fog büntetni, meg ilyenek. Tehát ezzel találkozom, tehát emberek felnőnek ilyen családokban, és hát na, hogy ki van akadva Istenre. Na, hát hogy na lenne? Ez a természetes, hogy ki van akadva. Elég egészséges ahhoz, hogy ki legyen akadva, és elmerje mondani legalább valaki másnak. Tehát mi az eredmény? A gyerek igyekszik túlélni, ez eleve borzasztó, alkalmazkodik, mit csináljon? Hát túl kell élni. De ott vannak a hiányok, ott vannak a sebek, és ezeket a szülő okozza, a gondviselő okozza, az egyház okozza, a család is az egyház, de Istenre haragszik, a szülőre és Istenre haragszik. Isten az, akit ugye nem lát, Isten nem tudja megrugdosni, a szülőt ugye nem szabad, meg ő a lelkész, vagy egyszer nagyobb, mert két méteres, legalábbis úgy tűnik onnan lentről. Egyszer googoljatok le, hogy egy 3 éves gyerek egyfolytában így néz fel. Múltkor is ott álltam, így Emma ott volt előttem, a kis 3 éves, és majdnem hanyat dőlt, úgy kellett elkapni. Egyszerűen fölnézettem, és csak dőlt, hát mert ekkora, ugye eddig ér. És ugye el kellett kapnom, tehát hogy le kell hajolnom, le kell mennem az őszintjére. Igen, és le kell googolnom, és hogy szemtől szembe tudjunk beszélni. Itt kezdődik a tisztelet, ugye, mint ahogy aztán idővel leesett a tantusz. Tehát hogy haragudjon a szülőre, ugye, a tiszteld apádat és anyádat, ugye? Vagy elfolytja, és befelé robban, és mindent elkövet, és szomatizál, és lebetegszik, vagy bengével vagdossa magát, tehát önromboló lesz, mert akik ellen fordulnia kellene, azok ellen nem fordulhat, akkor maga ellen fordul, vagy pedig lázad, kifelé robban, és elmegy a világba W-vel. És igaza van. Még jobban, melyik lázad, mert az legalább nem önmaga ellen fordul. Egyszer egy lelkész mesélt, örökbe fogadtak egy kisrácot, akit így adták szülőről szülőre, nevelőszülőről nevelőszülőre, és mindenhol valami katasztrófát csinált, ami aztán inkább vitték vissza, hogy na nem, bocs, de így nem. És a végén odáig eljutott a srác, hogy a házat felgyújtotta, és csak nézte a reakciót. Nézte a reakciót. És előbb átörölte a gyereket, hogy így is szeretlek, akkor is, csak azért is, és utána ment tüzet oltani. És ez elég volt a gyereknek. Többet ilyet nem csinált. Tehát vagy elfolytja és befelé robban, vagy lázad és kifelé robban, de mindenképpen robban ebbe ez a szörnyű. Az egyház. Hát azért az egyház is sok mindent megtesz azért, tisztelet minden egészséges gyülekezetnek, most mondom, hogy tisztelet a kivételnek, mert ez ilyenek is vannak, szóval, és minden tisztelet az egészséges gyülekezetek ki, ahol ezért nincsenek láthatóan sérült vezetők. Külön az LGMG, tehát ez a lelkész gyerek, misszionárius gyerek, az amerikai lelki gondozásban, ez meg külön fogalom. Külön terápia van, ugye főleg a távoli, külföldi, egzotikus országokban felnőtt, és aztán Amerikába hazamenő, és egy egész kultúrsokkot kapó gyerek, hogy otthon hogy tudjon szocializálódni, meg beilleszkedni, meg ilyenek az ő lelki gondozásuk. Ez már egy külön téma, külön szakirodalom alakult ki. Miért van az, hogy olyan ritkán találkozni olyan lelkész gyerekkel, aki egészséges, és aki örül, hogy az egyházban nőtt fel, hogy a szülei lelkészek, vagy misszionáriusok, vagy valami ilyesmi.
Tehát valami nem jól működik, hogyha ilyen sok a sérült elgyé, meg engyé. A másik, hogy amit lát a gyerek, és amitől ki van, ki lehet akadva, visszaélések számon kérés nélkül, tudja, hogy mi történik a gyülekezetben. De itt sosincs számon kérés. Hát ez iszonyúan kiakasztó. Egy gyerek számára, egy tizenéves gyerek számára a hitélet struktúráltsága, az, hogy megbízható dolgok történnek körülötte, tehát hogy szabályok vannak, főleg fiúknál, ez nagyon fontos. Amikor látja, hogy szabályokat föl lehet rúgni számon kérés nélkül, akkor az egész úgy, hogy van, hiteltelenné válik számára. Vagy ilyen a szabályok kőbe vannak vésve, és nem lehet eltérni. Már mindenki szenved tőle, de mi így csináljuk, mert az ükapáink is így csinálták, és ezért beledöglik a gyülekezet, meg minden, de nem szabad eltérni. Vagy ilyen kimondatlan szabályok vannak, ami tudjátok, amikor olvasni kell a sorok között. Ez, amit tudni kell, vagy a prédikációból, hogy ki kell hámozni, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Ja igen, róla beszélt, igen, jó van. Lehet tudni. Tehát a kimondatlan vagy iratlan szabályok, és a legrosszabb az imázsvédelme, mint a vidéki kultúránkban, ugye, hogy nem az a baj, hogy alkoholista a fej, hanem az, hogy erről mások tudnak, hogy ez kiderül. Tehát ugyanígy nem az a baj, hogy ilyen nem Krisztusról szóló dolgok történnek a gyülekezetben, hanem az, hogy ez kiderül. Hát ez állati romboló. Vagy elmélet és gyakorlat. Ugye, vizet prédikálnak, és bort isznak. Ugye, tehát ez az elmélet, keverem, most végre sikerült jól elmondanom kivetesen, hogy bort prédikálnak, és vizet isznak. Igen, tehát vizet prédikálnak, bort isznak. Vagy egy kettős istenkép alakul ki az emberben. Egy dolog, amit otthon a Bibliával olvas meg a csendességben. És aztán egész más, amit hall a szószékről, mert hát a lelkész olyan, amilyen. És akkor egy ilyen kettős istenkép alakul ki, egy hivatalos, meg a privát. Tehát egy ilyen szakadás. Vagy amikor ugye egy szélsőség, valamilyen tévtan van az adott közösségben. És ezek mindig rombolják az embernek a hitéletét. Hogy jó hír, vagy rossz hír? Ez már inkább rossz hír az egész. Megkérdőjelezhetetlen tekintélyek, kenetre, a intézményes funkcióra, akármire hivatkozva. Neki mindig igaza van, kész. Nem lehet megkérdőjelezni. Törvényeskedés, perfekcionizmus. Ugye, akkor muszáj tökéletesnek lenni. És hát ki tud tökéletes lenni? Ugye, tehát a tökéletesség abban az értelemben, hogy ilyen bűntelen, ilyen mindig 100%-os tanítvány, és stb. Tehát ezek az ilyen teljesíthetetlen elvárások, ezek az életből kikergetik az embert, nem csak a gyülekezetből. És még igaza van, ha menekül. Ugye, vagy megszállott, megkötözött hívők, tehát ilyen nem bibliai emberkép, ugye, hogy hívőkbe lehetnek démonok, és akkor a végén minden, ami lelki, ami egyszerűen pszichikai jelenség, vagy ami ott van a Márk 7-ben, a Galata 5-ben, Jézus vagy Pál bűnlistájában, erre készek vagyunk, vagy ezekre mind képesek vagyunk gyárilag, ez nem kellene démonok, és minden el van démonizálva, és a végén már ezek a saját érzései is el vannak démonizálva, pedig úgy ő fél, vagy kételkedik, vagy mit tudom én, gondjai vannak, és akkor ez negatív megvallás, meg tehát ezek után, és akkor tehát valami nem elfogadható abból, ami ő, tehát akkor azzal nem is foglalkoznak azzal, ami ő és ami benne van, tehát nem lesz gyógyulás, csak mindenféle mű meg áll kegyes megoldások. Tehát, és így tovább, megkötözöttség. Hol van ilyen a Bibliában, hogy megkötözöttség? Hol van ilyen ez a fogalom? És ugye ezt a fogalmat nem találjuk meg a Bibliában, ezért nem is találunk róla tanítást, nem is tudjuk imába foglalni, és akkor jönnek mások, és majd ők definiálják minden gyülekezetben másképp, hogy mit jelent a megkötözöttség, és hogy neked mire van szükséged. Tehát ilyen Isten terve az életünkre, már volt szó, a sikerevangélium, azt akarja, hogy a legjobb ruhát hordjad, a legjobb autódban legyél, hogy anyagilag bővölködjél, minden betegségből meggyógyuljál. Kvázi ti vagytok azok, akik majd kimásztok a két torony romjai arról, miért, mert ti hívők vagytok. Tehát egy ilyen műbiztonságérzet, és aztán jön a realitás, jön a valóság, ugye Isten kezében a legnagyobb nevelőeszköz, a valóság, és akkor összetörik az ember. És vagy alkalmazkodik, és képmutat, vagy lázad az egész ellen. Csak az a baj, hogy akkor nem a helyi teológiai szélsőségek, hamis tanúk ellen lázad, hanem Istenből ábrándul ki. Tehát ezért az, hogy Isten ránk bízta a jó hírét.
az evangéliumot és a saját jó hírét. Hogy mi egy csomószor le tudjuk őt járatni egymás előtt, saját magunk előtt és egymás előtt is. Ez valami félelmetes tud lenni. És persze mindennek az ellenkezője is, ha egészséges a vezetők, ha a visszaélésekkel foglalkoznak, ha a szabályokat úgy kezelik, hogy a szabályokat kell, ha nem az imázsa fontos, hanem Krisztus valósága, ha az elméletre a gyakorlat épül, ha egy közös Istenkép van, hogy jó hír van, mindenki tudja, miért jó hír a jó hír, ha a tekintély nem megkérdőjelezhetetlen, hanem alapja van, ha egészséges a gyülekezet, az is vonzza és ott tartja az embereket. Tehát mondom, ez mindkét irányban működik. Arról beszélünk, hogy hogyan működünk. És végül ezek a tipikus torzulások, amiket majd végigveszünk a délután, ebből csak egy ilyen összehasonlító táblázatként a kontraszt. A torz istenkép, vagy a szentírás istenképe. Tehát, hogy lehetetlen elvárásai vannak, vagy bátor és megbecsül, bátorít és megbecsül minket. Érzelmileg távol van, vagy együtt érez velünk. Nem figyel ránk, nem fontos neki, hogy mi van velem, vagy törődik velünk. Megbízhatatlan, kiszámíthatatlan, vagy hűséges hozzánk. Elhagy minket, vagy kitart mellettünk, akármi van. Bántalmaz minket, vagy véd és gyógyít minket. Gyenge, vagy hatalmas, és ő ad erőt. Tehát ezek egymást kizáró dolgok. Nem lehet Isten egyszerre gyenge és hatalmas, bátorít, megbecsül, ugyanakkor lehetetlen elvárásai vannak meg ilyenek. És van egy csomó igehely, ami esetleg eszünkbe jut most, amiket ugye egy bizonyos értelmezésben belénk plántáltak akár a gyülekezetben, a vasárnapi iskolában, a hittanórán, amiket érdemes megnézni. Szövegkörnyezet. Előtte 5 vers, utána 5 vers. Erre a kérdésre válaszol egyáltalán ez a szöveg. Erről beszél Jézus, vagy Pál, vagy akárki. Tehát amikor nagyon olyan igeileg megalapozott, amiről érzed, mert érzed, hogy torz, de igeileg meg van alapozva, akkor ott biztos, hogy félre van értve valami ige. Vagy az eredeti, vagy a szövegkörnyezet, vagy valami kommentár, valami tuti, hogy nem stimmelt, de segít átlátni, hogy itt valami nem stimmelt. És még egy dolog, mondom, ezeket majd így végigvesszük a szemináriumon, meg majd mindenki megkapja. Csak így egy dolog így lezárólag így mindenkinek, hogy a valóság az jobb. Tehát akármilyen meghatározók, a gondviselőink, a szüleink, a pedagógusok, a lelkészek, a hitéletünk fejlődésére, még a legjobbnál is jobb Isten. Ma ő maga. Nagyobb és jobb. És még egy, hogy ha ez tényleg Isten képe lenne, akkor csak restaurálni, korrigálni kellene, és ehhez elég egy információ, felolvasni a bibliai szakaszt, vagy ja, Isten szeret, és nem kegyetlen, hanem kegyelmes, ja, tényleg tök jó, hogy mondod, minden helyre állt, ugye? Nem, szóval ez nem így megy, ez nem ilyen gyorsan megy, nem elég az információ, élményszinten rögzültek belénk ezek a rossz dolgok, élményszinten fognak kitörlődni, és a helyükre élményszinten kerülnek új dolgok. Tehát nem Isten képe, hanem embereké. Ezért meg kell gyűrölni ezt a torz képet, mert hamis, mert szenvedést okoz neked, és te is emiatt okozol szenvedést másoknak. Istennek is akár le kell dönteni, mint egy bálványt. És ahogy ledől a bálvány, mögötte Isten igazi arcát meglátod. Ez egy szent dolog. Ez itt nem arról szól, hogy most mindenki haragudja meg apucira, anyucira, aztán kapja, hogy te megdesz be a leveleket, hogy meg a készre, meg ilyesmi. Ez nem erről szól. Nem bűnbakokat keresünk. Ádám és Éva óta ez van. Minden nemzedékben ez van. Hol így sikerül, hol úgy sikerül. Veled ez történt, a másikkal az történik. Egyikünk se százas. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy
Ha érzed, mert érzed, ha ez tényleg torz, akkor érezned kell, hogy valami nem stimmel. És még ha te magad vitatkoznál, hogy na de ezt mondták, vagy az ott van a bibliai alap, stb. Te magad nem akarsz ettől megszabadulni, mert akkor mi van helyette? Ha ledül a bálvány, ő ott fog állni mögötte. Az igazi arc. És lehet, hogy csak néhány vonást kell Isten arcán retusálnod, és ez kiderül, hogy ez ő, ez tényleg ő. Ez tényleg az, akiről lehet ilyen zsoltárokat írni, hogy az Úr az én pásztor, nem szükölködöm. És lelkesedik, és iszél. Tehát Dávid istenképe, miért ilyen? Miért ilyen? És ha én nem tudok így lelkesedni, akkor nyilván másnak látjuk. És most nem arról lesz, hogy akkor tehát ez a feladat, hogy lelkesedjünk. Ugye? Jó, akkor halleluja. Nem. Találkozni kell vele, és talán úgy, ahogy még soha. És aztán újra meg újra. Mert az élet jön, és újabb meg újabb. Élethelyzetek jönnek, életesemények mindig valahogy revideálódik, de egyre tisztul majd ez a kép, hidd el. Úgyhogy mondom, ezen a héten most, ha még ezzel nem foglalkoztál most, akkor lehet, hogy csak elindulunk. Lehet, hogy csak egy pár dolog megpöcköl. Lehet, hogy a szívedben nagyon beledöfődik, és mit tudom én, de tudd, hogy nem vagy egyedül. Más is... Másban is dolgozik Isten, és másokon keresztül dolgozik Isten. Tudhatod, hogyha fáj, és fájdalmat okozol, lehetsz bátor, akkor is, ha ijesztő elsőre, hogy az eddig Isten képemmel valami gond van, és akkor most mi van? Ugye ez ijesztő tud lenni. Néha engedélyt kell kapni másoktól, hogy kimondjuk. Hallani kell másokat, hogy ők is átélték. Kiderül, hogy nem vagy egyedül. Ugyanaz a kommentek, hát másik. Szembenézni, kimondani, akár elsírni, ehhez néha engedély kell másoktól, megkapod, mert maga Isten akarja, hogy ezen túl legyél. Aztán az, hogy ez idő kell. Ez nem úgy lesz, hogy a Megdesz tábor végére mindenkinek 100%-os furra van nyomatolva az Isten képe, és abszolút pozitívak leszünk, és nem tudom, micsoda, hanem csak tudj erről, és ha kell, akkor lásd, hogy van hova fejlődni, lehet tovább lépni. Idő kell a gyógyuláshoz, új pozitív élmények. És megbocsátásra van szükség, a haragot éld ki, haragudj, de ne vétkezz. Tehát lehet haragudni arra, amit apámtól, anyámtól nem kaptam meg, de hogy ezért hazamenjek, és bum, az egy más világ. Megbocsátani, mert ő is hozta valahonnan, ő is kapta valahonnan, ő is felnőtt, ő is valakinek a gyereke volt. És az is, és visszamehetünk Ádám és Éváig. Mondom, akár jó, és van miért hálát adnod, akár nem jó, és csak üvöltenél legszívesebben, vagy sírnál, teljesen mindegy. Ne tagadd le, ne vágy tovább, ne maradj egyedül, kér segítséget. Nem elég az egyszerű odaszánás, ugye? Csak felolvasni az igét, odaszállod magad, és minden megy. Ez nem elég. Ha elég, akkor nem ez volt a probléma. És mondom, ez nem a felelősök megtalálásáról szó. Akkor visszamehetünk Ádám és Éváig. Hanem arról, hogy valami elkezdődjön bennünk, ami, vagy folytatódjon bennünk, ami lehet, hogy már valahol elkezdődött. Ami közelebb visz Isten igazi arcához. Hogy ő valójában milyen, ehhez közelebb visz. Ugye, milyen az Istened? Ajánlott szakirodalom. Nem tudom, elvileg meddig vagyunk? 20-ig? 25-ig? Hogy menjünk inkább beszélgetni, menjetek inkább beszélgetni kis csoportba, vagy esetleg valakinek eszébe jut valami kérdés, vagy ilyesmi. Válaszoljunk. Ha tudok, próbálok válaszolni. Jó, akkor csináljuk azt, hogy valakinek valami most itt nagyon kérdés benne, akkor jó, kezeket föl. Kérdés legyen, és egy kérdés, és elég hangosan, hogy mindenki hallja, meg én is, aki félig süket vagyok. Igen? Megpróbálom egyszerűen megfogalmazni. Igen. Kérdés, hogy... Állj fel nyugodtan, igen. Hogy azt azért hallottuk, hogy egy tökéletes istenképpen nem lehet az ember megteszni a Földön, de hogy még egy ilyen torz istenképpen megtérhette az ember valóban, vagy valaki úgy érzi, hogy torz istenképpen, akkor újra meg kellett élni. Vagy ezt, hogy átadjuk az torz istenképpen, mert az lehet egy újabb megtérés. Most én nagyon tárgyam értem a kérdésben.
Mindenki hallotta, ugye? Igen. Én nem tudom, hogy így a megtérés, tehát nekem azzal is van, akinek egyik napról a másikra, van, akinek hónapok, évek alatt folyik. Tehát nem vagyunk egyformák. Én szerintem teljesen mindegy, hol vagyunk, hogy valaki még csak kereső, és még úgymond nem mondta el a 4 pontot, meg egyéb ilyen tuti módszereknek még nem tudott megfelelni. Teljesen mindegy, hol vagyunk, haladhatunk tovább. Tehát ebben ez a csodás, itt nem egy újabb megfálás, elváráslista, megfelelés kényszer, most a megdesz Isten képét el kéne fogadni, vagy a Szalai Andrásét, vagy nem tudom micsoda, hanem ahol vagyunk, ott hívjuk őt oda, és úgy együtt legyünk őszinték, ha nem megy, nem megy. Most nem tudsz, nem kell ültetni, de csoportokban, de ha lehet őszintének lenni, akkor ezzel megajándékozom másokat azzal, hogy lássa, hogy ilyen is van, vagy hogy ugyanilyen van ő is, mint nem csak ő van ugyanilyen helyzetben. Tehát ahol vagyunk, onnan nyugodtan csak menjünk tovább, ha úgy érezzük, hogy van hova, van mit feldolgozni, van hova tovább menni. Attól függetlenül, hogy éppen hol tartunk. Szerintem. Igen? Valahol el kell kezdeni, és hát itt például, hogy egyáltalán, hogy más. Tehát az információ, hogy és mi van, ha Isten más, ez már sokaknak eleve segít. Az, hogy ezt mondtam, hogy ez nem racionális szinten, egyszerűen felolvasunk egy Biblia szöveget, és akkor aha, tényleg, tök jó, túl vagyunk rajta, megyünk tovább. Hogy ez nem így folyik, ezt direkt ezért mondtam. Tehát ez egy folyamat. És ahogy belénk égnek dolgok a gyerekkorunkban, újra meg újra átélnünk jó vagy rossz dolgokat, ugyanígy kell átélnünk dolgokat. Nem én elhatározom, hogy nekem mától ilyen legyen az Isten képem, hanem tudom, hogy a Biblia szerint, a Szentírás szerint Isten ilyennek mutatta be magát, egy csomó ember így éri meg, ilyennek tapasztalja meg, ha én nem, akkor egyszerűen oda tenni Isten elé, hogy Uram, én szeretnélek olyannak látni, amilyen vagy. Ez egy szent ima. És ő vele együtt kell csinálni. Nem vagyok egyedül hagyva a rációmmal, hogy most én mit értek meg ebből az egészből, ebből az egész folyamatból, meg a Biblia tanításából. Nem vagyok egyedül hagyva. És bocs, itt ezek kell idehozzá, mert jön az élet, jönnek élethelyzetek, amikor egyszer csak bekattannak, és élményszintűvé válnak, érzelmi töltéssel együtt, hogy mondjam, formálódnak bennünk újra ezek a vonások Istenről. Tehát ez idő kell. Ez jó, hogy egyáltalán, hogy tudsz arról, hogy érzed a különbséget, hogy a Biblia Isten képe és a saját Isten képet között. Ez már óriási. Fontos a tudni erről, de ezt élmény szinten kell átélni. Ehhez meg idő kell. Ez meg a te életed, az én életem. Ahogy én nem is gondoltam volna, hogy nekem milyen változásra van szükségem 20 év után. És aztán volt ilyen 3 év, ahol aztán nagyon keményen csináltam végig, hogy ma egyáltalán itt állhatok. De azon át kellett mennem, hogy most itt álljak. Tehát ezért mondom, hogy ehhez idő kell, de nem vagyunk egyedül. Tehát ott vannak a tesók, és volt egy könyv, ami segített, emberek, akikkel beszélgettem. A feleségem, ugye, aki mentálos, és tudta, hogy mi történik, ugye, klimaxos vagyok. Ebben az időszakban minden megkérdőjeleződik, meg újra kell gondolni, meg ilyenek. Tehát, hogy nem vagyunk egyedül ebben a folyamatban, és nem csak az agyunkra vagyunk ráutalva. Az igen, hogy eszünkbe jussanak dolgok, tehát hogy erről tudjunk, oda vigyük Isten elé. És aztán majd jön az élet, úgyis eszünkbe jutnak, és változnak a dolgok. Én szerintem ez így megy. Tehát nem elég a racionalitás, ez abszolút így van. Kettő jelentkeztek egyszerre, vagy nem tudom? Igen, kezdjük el, jó?
tettem el ezt, igen. Hogy az, hogy mire emlékszünk 3 éves korunk előtt, ez a mi érzések szintjén. Egy világkép, egy életérzés, ami belénk ivódik, hogy velünk mi történhet, mi nem. Ezt megfogalmazni sem tudjuk. Épp ez a baj vele, és igen, ennyire meghatározó tud lenni. És igen, nagyon sokat gyógyíthat rajta, tehát egy gyerek, akinek egyáltalán nem voltak szülei, meghaltak, mit tudom én. Tehát úgy nő fel, hogy aztán árvaházban is, és kiskamasz korában, vagy ilyen 5-6-8-10 éves korában fogadják örökbe. Hát ott van dolguk a szülőknek. Nagyon sokat javíthatnak, nagyon sokat gyógyíthatnak. Mondom, és aztán, ha hit ott van, Isten is ezen az egészen dolgozhat. Én tudok, hogy, tehát én hamilyen ritkán mondok, de tényleg van olyan, aki úgy tűnik, hogy egy életre sérült. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy Isten nekem nem apám. Jézus, mint barát, így tud kapcsolódni Istenhez. Tehát valami úton, módon tud, mert Isten ennyire sokszínűen jelent meg, de hogy mint apa, arról neki semmi jó nem jut az eszébe. Tehát az neki a horror, kész, és nem tudja törölni a fejéből, 40 évesen se. De ez azért az a ritkább kategória, tehát azért nagyon széles a spektrum, senki se százas, és azért van az extrém jó, meg az extrém rossz, és közte vagyunk ilyen átlagos, hol jó, hol nem jó, vegyes tapasztalatokkal. Tehát meghatározó. Tehát ezt mondják az okosok. Hát egyszerűen a hiányok. Tehát lehet, hogy nem is történik vele túl sok jó, vagy nem történik vele rossz dolgok, de egyszerűen jó dolgok nem történnek meg. Tehát a hiányok. Azok ugyanolyan rosszak tudnak lenni, mint a brutális sebek. Ez van. Erre kellett rádöbbenni. Tehát én nekem is, én apologetikával foglalkozom, főleg más vallásúakkal való beszélgetésben. Újra meg újra rá kell törnöm, hogy ez már rég nem teológiai vita. Itt gondviselőképről, apaképről van szó. És azzal nehéz vitatkozni intellektuális szinten. Vagy nem lehet. Más szinten kell beszélgetnünk. Mert ezek ennyire mély dolgok. De mondom, ez nem arra van, hogy megijedjünk, vagy ilyesmi, hanem hogy ezen gondolkozzunk. Nem is az, hogy magunkba kezdjünk el válkálni, és a következő 2 éves program, vagy 1 éves program a következő megdesz táborig, akkor az a... Lehet, hogy valakinek erre van szüksége, mert annyira rossz dolgok érték. Valakinek, a többségünknek csak finomítani kell a dolgokat. És ez van, lehet, adjunk magunknak időt. Olvassuk a Szentírást, meg itt jönnek ezek a powerpointok, ott lesznek egy szép sorban, amire szükség van egy gyereknek, tehát a folyamat, mire van szüksége a gyereknek, a szülőtől mit kap meg, ez mit üzen neki, mi a hatása, igehelyek, istenkép, tehát ezeket így vagy végig lehet gondolni, és mondom aztán, de ez nem pótolja az élmény szintű, érzelmileg is töltött változást, mert az az kell. Tehát egyszer csak a helyzet, amikor Isten megfog minket, és megint átmelegszünk, és megint formálhatóvá válunk. Ezt nem tudjuk egymásban kiváltani, megcsinálni egymással. Illetve Isten tudja megcsinálni, de sokszor rajtunk keresztül teszi. Embereket használ fel erre. És még itt volt valaki, igen. Thank you.
igen, igen. Mindenki hallotta a kérdést, ugye? Ez nagyon fontos kérdés, igen. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de tehát én még így nem találkoztam szembe Istennel, ő magával. Tehát, hogy igenis másokon keresztül, tehát embereknek mutatja meg magát, szól hozzájuk, és ott van egy Ábrahám, egy Mózes, egy Dávid, egy Salamon, és ott van ugye Pál, meg János, meg az összes többi apostol, stb. Itt nem arról van szó, hogy ezek csak emberek Isten képei, hanem Isten ezeken az embereken különös módon mutatta meg az ő képét. És leginkább Krisztusban. Tehát amit olvasunk a 2. Korintus 5-ben, azt hiszem, az Isten dicsősége Krisztus arcán ragyog fel. Ő az eikon tu theou, Isten képe, ikonja. Tehát Krisztus az az ikon, ahogyan, és a történetekből látjuk, mert ugye nincs meg az, hogy most milyen szakállas volt, hány méteres volt. Tehát nem a külsejéről semmit nem tudunk, de ahogy viselkedik, amit tanít, ahogy cselekszik a jött helyzetben, ennek a tanulságaiból egyre jobban kiformálódik előttünk Krisztus arca. És erről beszél a 2. Korintus 3-ban, hogy mi pedig ugyanazon lélek által folyamatosan változunk át az ő hasonlatosságára. Tehát az, ő az az ikon, amit ha nézel, akkor egyre jobban hasonlítani kezdesz a végénre. És a szemlélés az ő cselekedeteibe, tanításaiba, a történeteibe, az ígéreteibe, ahogy hozzááll az emberekhez, ahogy hozzád áll, stb. Stb. Ebben kirajzolódik az ő arca. És ahogy őt megismered, láthatod Istent egyre csodálatosabbnak, mert Krisztus arcán ragyog fel Isten csodálatossága. Ha Isten csodálatos, akkor azt onnan tudjuk, hogy Krisztusban tökéletesen, amennyire lehet, közel jött hozzánk, és a szemünkbe nézett, és láttuk az ő arcát. De ez a kép, milyen kép él benned Krisztusról? Nem véletlenül le lehet rajzolni, festeni. Ha ő rád néz, mennyit lát meg magából? Ugye, mert az ő képére és hasonlatosságára kell elváltoznunk. Ha ő ránézünk, mit látunk? Ez a legfontosabb. Ezek nem csak emberek képei, emberek Isten képei, hanem Isten ezeket az embereket megszólította úgy, ahogy minket nem. Bocs, Mózes, Pál, ettől messze vagyunk. De az a kép, amit Isten adott, az is részben töredékes, igen, Dávid életét, ha vénized, ez egy más Isten kép, amiken ők átment, mint én itt tudom én, amit tudunk Péterről, vagy Pálról, vagy Ábrahámról. És ebben benne volt az, hogy ők mennyit tudtak Istenről, az információ, mennyiség, és az, hogy milyen élethelyzetekbe kerültek, és mit éltek át Istennel. És ennek megfelelően, amit írtak Istenről, az ennyit mutat meg. Ott van a 4 evangélium. Ugyanarról a valakiről szól, amit tanított, ami történt vele, amit megígért, stb. De mégiscsak 4 forma, mert 4 különböző ember írta, 4 különböző célcsoportnak. Töredékes az ismeretünk, tehát ez egy puzzle, ha lehet úgy mondani, de azért úgy szépen, ahogy éljük az életünket, okulunk, okos, látjátok itt ezt a szakirodalmat itt a végén, okos tojások, akik ezzel foglalkoztak, nagyon sokat tanulhatunk tőlük, olvassuk a Szentírást, és éljük a saját életünkben, egyre teljesebb lesz ez a kép. És csak ott fenn lesz teljes. De azért, azért egész jól működő hitéletet lehet elérni már itt földi viszonylatokban is, szerintem. És a végsősorban az egész erről szól, hogy ebben haladjunk, fejlődjünk. Hát ott van, mint a János apostol. Ugye Jézusnak valami távoli rokona, fiatalember, közelről nézi, mit csinál, ugye ott van, hogy fekszenek ott az asztalon, így körbe, így odahatja a fejét, tehát ő a szeretett tanítvány, különösen közel érzi magát Jézushoz, aztán ott van a kereszt, ez az egész iszonyat, aztán az üres sír, aztán föltámad, aztán fölmegy a mennybe, jön a Szentlélek, és aztán évtizedeken át tanít, azt egy eszem olajba akarják főzni, de nem tudják megfőzni, akkor Patmos szigetére elküldik, és akkor ott egyszer csak egy látomás, és megszólal egy hang mögötte, hátra néz, és meglátja Jézust megdicsőülve. Tehát hány stáció ment át az ő Jézus képe, Isten képe? Az mindig az volt, ez róla szólt. Csak egyre több, egyre tisztult, egyre több lett.
És ennek valahol, tudjátok, az a, én úgy gondolom, azért is érdemes ezzel foglalkozni, mert ahogy növekedünk a kegyelemben, dicsőségről dicsőségre, kegyelemről kegyelemre változunk át a Szentlélek által, Krisztus hasonlóságára, ez a metamorfózis, ezt a szót használja ott a görög. Így egyre jobban él bennünk az, hogy nem teljes a kép. Egyre inkább szeretnénk látni őt úgy, amint van. De ha így éljük végig az életünket, és majd meglátjuk őt a manapon, az az arc nem lesz ismeretlen. Az az arc ismerős lesz, mert vele csináltad végig az életedet, és átvitt mindenen. Érted? És az az arc majd nem lesz ismeretlen, mert nem teljes, amit itt látunk, de nagyjából az az ő arca. Úgyhogy erre hív minket. Most már aztán tényleg vége van, akkor jó beszélgetést mindenkinek.